Halló! Halló, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Hát itt vagyunk a fél év végén, úgyhogy emiatt ennek apropóján tartunk egy ilyen fél év záró átfogadóórát, progegy ügyeletet, e-sport ügyeletet, aminek ahogy tetszik. Ugye nyilván itt két tájról is van szó, tehát progegy e-sport és ugye nappali levelező. Nyugodtan érkezhetnek a kérdések, és fogunk is beszélni sok mindenről, ugyanis érkeztek is már kérdések Discordra is, legfőképp arról, hogy hogyan lehetne javítani a könyveken, meg mit lehetne még tenni, hogy jobb legyen a jegy. És akkor nyilván itt konkrétan, hogy mely feladatok a problémásak, és hol lehetne ezeken javítgatni, pontosítani. Jó? Fogunk majd erről beszélni. Nyilván, ahogy majd érkeznek a kérdések. Jó, rendben van. És nyilván, amíg érkeznek a kérdések, addig ne unatkozzunk, tehát ne csak itt ücsörögjünk, úgyhogy fogunk játszani is egy kicsit. Nyilván ez is hasonlóan fog zajlani, mint ahogy eddig is zajlott, tehát aki szeretne, nyugodtan csatlakozhat, hát főleg hallgatók. Elsősorban őrájuk gondolnék itt. És akár közben is beszélgethetünk, akár mehet a védés. Vagy akármi más, így menet közben is. Jó, tehát hogyha valakinek van kérdés, az nyugodtan bedobhatja ide a chatbe, vagy tényleg figyelem a Discordot is, meg akármit. Ugye nyilván a klasszikus fogadóórához képest, ugye a hagyományos értelmevett fogadóórához képest ez azért is sokkal szerencsésebb, mert ott ugye csak ölünk az irodába, aztán vagy jön hallgató, vagy nem. Hát itt meg ugye legalább elfoglaljuk magunkat, közben játszunk is. Ezt az irodában nem nagyon tudnám megtenni, mert ott nekem nincsen gépem, mondjuk az irodai gépem is itthon van. De hát így azért egy fokkal kényelmesebb. Jó, úgyhogy közben játszunk, és tényleg jöhetnek a kérdések így menet közben, bármikor. Aztán, hogyha egy kicsit majd gyülekezünk, kicsit többen leszünk, akkor majd kicsit ugye a fél év végéről is szót ejtünk, beszélgetünk róla, meg picit a... Hát arról, hogy nyáron mit fogunk csinálni egyrészt. Mert vannak tervek a nyárra. Meg hát úgy egyébként is, hogy ilyen kis lezárása a fél évnek, meg hát úgy kb. Az egész tanévnek, meg hogy mit lehet csinálni, meg milyen feladatok várhatóak. Most szerintem labor TP droppok nem lesznek már, mert szombaton se nagyon csinálgattátok. Vagy ha más nem, akkor maximum az lesz, ami szombaton is volt, tehát lehet csinálgatni azt újra, ami szombaton is volt feladat. Na, hova menjünk? Hát nézzük meg ezt. Melyiket nézzük? Nézzük meg ezt. Ez
Szevasz, Ranger Fox. Persze. Hát nézd meg, és még meg a esés közben. Na jó lesz most már. Az igen. Kapjuk. Gondolom már elment innen. Hát nézzük, egy próbát megér. Na. Benn vagyunk a körbe. De azért csak kéne valahova menni. Hát... itt van egy kocsi. Azt mondjuk föl tudjuk venni. Mint ha valaki itt jönne, menne. Kinézünk. Hát menjünk. Lesz, ami lesz. Fölvesszük azt a bountyt. Hűha. A vezetési szkíjeim még mindig... Aj,
Jajjajjajj. Én egy rendben vagyunk. Én így szoktam... Jajjajj. Így szoktam lejönni a hegyről. Az egyik futva, a másik pedig medve. Na. Na, itt van közel. Valahol itt az épületek között. Szerintem a stadionon pötyögtetnek. Ott esnek le. Az hogy? Hogy nem halt bele a... Ó, de jó. Te is most találsz meg, haver. Ah, de hogy nem halt bele? Konkrétan szitává lőttem egy RPG-vel, vagy mivel. De csak a pajzs jött le. Egy nagyon metál pajzs lehet. Jó. Valaki megy el a buy point mellett. Hát mindegy, pénzünk van, most lekérek egy... egy loadoutot. Reméljük itt nincs senki. Na, erről ennyit. Váltott volna még 2 percet. Mindegy, ez úgyis egy bemelegítő kör volt. Tovább. Még ránézek Discordra, hogy... érkezett-e? Hát érkezett, de lehet, hogy ezt majd... Hát... egy valaki, nem tudom, hogy ő itt van-e. Amszekál, lehet, hogy nincs itt. De ha itt vagy, akkor szólj, esetleg a chatbe. Akkor a tiédet meg tudom nézni. Hát mindegy, nincs itt, akkor majd ezután megnézem. Warming up. Stand by to deploy them to the war zone. Enemy soldier incoming.
Lássuk, hova kéne menni. Hát mondjuk majdnem mindegy alapvetően. Nézzük meg itt, hogy mi a helyzet. Jók ezek a küldetések. Addig se unatkozik az ember, amíg azokat csinálja. Egy srác jön ide, sőt kettő. Lehet, hogy kicsit tovább haladunk. Mondjuk ide. Már pötyögtetnek. Hogyha itt valaki lépkedne. De ez nem biztos, hogy jelent bármit is. Arra biztos vannak. Mondjuk azóta már lehet, hogy itt vannak. Tehát ez... nyilván már mozoghattuk azóta. Itt kinézünk. Hát nem látok senkit. Na! Csináljunk valamit. Itt egy kocsi. Elvitték a Scavenger Mission-t. Hát akkor ez a kocsival eljövünk ide szerintem. Szép csöndben, ne csapjunk zajt. És akkor... őrgessük. Irány fel a hegyre. Lesznek szerintem. Oda-vissza, ahonnan jöttünk. Jajajaj. Még ezek egymás lövik szerintem ott fönt. Kinézünk, hogy esetleg látjuk-e. Hát, amíg házba lesz. Itt van. Szépen sneaky-be. Nem vett észre minket talán. Na jobbra vagy balra? Aha. Ez az. Hát ez megvan. Szuper.
pajzsunk nincs elég. De lássuk, hogy mi volt nála. Hát nem tudom. De ezek maradhatnak. Kérdés, hogy visszajön ide a srác vajon? Meg hogy vissza tud-e jönni? Az is nagy kérdés. Na jó. Hát, addig nézzünk valamit. Hát a kocsit most... ezt fönt hagytuk. Hát erre nem nagyon van már most ide elmenni. Az nagyon messze van. Esetleg bentem mehetünk valahova ide, Superstore vagy erre a környékre. Ja. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ide jönne vissza a srác. Valaki itt van. Csöndbe. Lehet már tovább is ment. Hát a fene tudja. Enemy dropping into the AO. Hát. Ezt tuti meghallotta. Még itt van, persze. Lent nincs, nézzük meg fönt. Hát itt sincs. Akkor ez tovább ment a srác. Ja, egy virág. Nem tudtam mi az. Szerintem egyetlen egy ember van ott. Pajzs, az kéne, mert nem nagyon van. Hello Mark Boy, hello Sales. Újság, srácok. Pörög a fél év vége? Dufesz, szevasz. Hát lehet, hogy így sincs senki. Vagy max a tetőn. De tető meta van, ugye? Miért már boly, miért álltál ott sorba? Hát nézzük meg azt a Rikon, ne csak itt elcsorogjunk, mint egy kemper.
mikor szoktak lelőni. Ja, enzimet igényeltél? És mi kellett 60 percet sorbálni? Miért nem... Vagy itt ilyen időpont, meg ilyesmi az no? Nincsen? Ja, hogy nem engedték be. Ja, elvileg van, de nem megy. Aha. Hát igen. Na, lássuk, hogy itt vannak-e. Ajtó nyitva. Csodálom, hogy bemegyünk csöndbe, de... soha nem érünk föl. Én szerintem már úgyis tudja, hogy itt vagyunk. Nem full potato. Hát nincs itt senki. És oda-vissza. Ez a játék szivat engem. Mászkáljuk oda-vissza. Jaj! Le is esik. Menet közben van ezt a kocsit mi hagytuk itt, ugye? Valaki ránk lőtt. Mintha... ó! Oh. Ez mindent megmagyaráz. Szerintem ez a kocsit tartja le. Úgyhogy én innen... szépen... tovább is haladok. Csak így nem túl feltűnően. Hát itt mindig szoktak lenni, attól félek, hogy most is vannak. Valaki lekért egy UAV-t. Nem létezik, hogy itt nincsenek. Hát pedig... oké, és még abba a körbe is benne vagyunk. Na, majd megyünk közelebb. Hát már boly, ne is mond. Reméljük nem fog kidobni. Most tegnap, vagy mi szombaton is viszonylag jól működött. Egyszer dobott ki szombaton is csak. Mondjuk az FPS továbbra is nagyon alacsony, de... hát ez van. Mondjuk lehet, hogy 1080p-be kéne játszani, és akkor magasabb lenne, de... és még vissza is kell menned már, boly, hát... szívás. És nem szeretem ezeket a... valami ügyet kell intézni, az... vagy baromi hosszú idő. És ugye azért is bosszantó, mert nem produktív, ugye? Tehát gyakorlatilag nem csinál semmit, csak... valami adminisztratív dolgot. Ott is rátsz. Tudod be. Hát, szerintem erre fog jönni. Hát menjünk rá most a vinre, srácok, mi legyen. Ó, Kakao Duncan, köszi. Szevasz, haver. Mi újság?
ha már erre jártál. Most biztos szidja a nénikémet, hogy ó, büdös kemper. Milyen igaza van? Na jó, ez az egy kör, amikor elmegyünk a vénre, jó? Nem valószínű, hogy összejön, de... Most ilyen taktikba leszünk. Ha már taktikba vagyok, akkor lehet, hogy kicsit bentebb is kéne menni. Hát ezt a kocsit... Hát szerintem már nem tartják le, de... Lehet, hogy ezért el kéne menni. Ez meg olyan hülye helyen van. Hát... Mindegy, menjünk. Úgy mondtam, hogy rámegyünk a vére, azt mindjárt agyonlőnek. UAV is. Ó, de utána most nem vacakolunk. De furcsa volt ez a robbanás. Szerintem itt van valaki, mert mintha egy Claymore-ba szaladt volna. Aha. Igen, igen. Aha, és még van még egy. Puti. Ó, gondoltam, hogy kijön a mot. Á, fenegye meg. Jó lett volna pedig. Ja, és ez nem is az. Ó. Áj, oda, cucc. Na, majd itt, mintha volt. Á, itt van egy loadout. Na akkor ezt megpróbáljuk kivenni gyorsan. Csak az a baj, hogy utána megjön a gáz. De ott a kocsi, ezt el tudjuk kötni. Közi kakó Duncan, hát... Winre. Ott van bent a srác. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Nem. Hú. Srác ráugrott a kocsira konkrétan. Hú, ezt megúsztuk, srácok. Na jó, már csak egy hely kéne, ahol... ahol megállhatunk. Itt már szerintem kb. Mindenhol pötyögtetnek. Hát... Teljesen mindegy. Jöjjünk ide a hegyre. Ó, csak lőszerünk nincsen. A franc egye meg. Alig van lőszerünk. Hát mindig megpróbálunk túlélni valahogy. Ott egy srác ma ott érkezett. Tört egy páncél. Most vissza is rakja szerintem. Hát nem nagyon lövöldözök, mert alig van. Jó,
Ott lőjék egymást, az úgy szuper. Hát erre nem látok senkit. Arra kell majd menni. Inha lag, az sose jön jól. Na nézzük már meg térképen, hogy oda kell menni. Tehát ott lesz a széle. Most rácok, ez így nagyon rossz, hogy se pa és se lőszer. Ez nagyon nagy szívás. Jó, hát lassan elindulunk. Hogy jolozzunk be kocsival. Hát, ha már itt van. Ez lesz, ami lesz. Aha, gondoltam. Áj, fenejje meg. Itt volt pont a srác. Ez bosszantó. Ó, hidroinfo. Köszi a tippet. Hát igen, ez Kakao Duncan RIP, így van. Köszi, köszi még egyszer. Köszi. Na hát két kill. 55. Köszi Kakao Duncan. Na akkor elnézek erre. Options General. Hol? Wood. Ahogy a művelt magyar mondja. Minimap. Így van. Ja így, hogy igen. Ah, hát igen. Jogos, jogos. Így valóban több a... Igen. Ki is próbáljuk. Köszi még egyszer a tippet. Na pörögjön tovább. Meg hát hidratálok, ugye? Mert mondjuk nem szóltatok, hogy hidratáljak, de... Kakao Duncan, köszi. Pittyegtetsz. Hűha. Köszi, köszi Kakao Duncan.
lássuk. Hát nem tudom, erre rég voltam. Nézzük meg ezt. Tényleg jobb így a térkép, sokkal nagyobb. Nyilván, mert amit levág belőle, az amikor kör alakul, az most ott van. Oké, tehát szállj le arra az épületre, jó, szuper. Lehet, hogy ne lőj le. Jó. Ennek nagyon örülök. És nem sikerült berepülni az ablakon. De semmi gond. Located. Hát, ujjaj. Haver. Elment onnan? Na, itt jön. Itt futkároznak lent. Vagy jön ide föl. Valahol itt van, halljátok, srácok? Hát nem itt. Itt van a közelbe. Enemy UAV overhead. Most már tudja azt is, hogy hol vagyok. Hát mindig. De jó. Így igazán könnyű lesz. Szevasz para, szevasz ninja rákon. Ez a harmadik? Azt hiszem. Harmadik meccs talán. Előbb olyan 20. hely körül voltunk, ugye? Úgy emlékszem. Nézzük ezt az épületet.
aztán utána visszafutunk a... a Scavengerre. Updated. New objective identified. Na, erre menjünk tovább. Aránylag jó helyen vagyunk. Ott egy kocsi állt. Nézzünk rá arra. Most mi baj lehet? Mi csak ücsörögjünk egy sarokba. Esett le pont egy loadout. Na, ott itt van valaki. Ó, kis páncél. Gázmaszk. Sosárt van. Jó, na hol vagy? Ott kint, hát valahol erre. Hm? Na, menjünk kocsival. Hogy mi ez, quad? Valami ilyesmi. Na, valahol erre lesz a srác. Nem feltűnően beállunk ide. Hamarabb nyomta meg a gombot. És hallotta is, hogy jövök. Hát nem sokon múlt szerintem. Hol az a loadout? Ő, ez messze van. Messze van? Ez nincs messze. Menjünk. Legfeljebb meghalunk. De ha nincs fegyverünk, akkor is.
knock some gear. Szemem sarkából láttam, hogy ott mozog valaki. Fene igye meg. Nem kéne állna a térképet nézeget. 74. Kövi jobb lesz. Hát ez van Ninja Raccoon most. Lucky unlucky. Így alakult. Lehet, hogy ezt a játékot se így kéne játszani, de... Mármint úgy értve, hogy ha vére mennénk. Na. Hát lehet, hogy a jövőben is így kéne a fogadórákat tartani. Őszi fél évbe. Izgalmasabb. És itt is lehet kérdezni a chatbe, Discordra is be lehet ugrani. Tehát még fizikailag is tudunk beszélni. Hát én mennék megint ide. Mondjuk megnézni ezt. Hamarabb oda fog érni a srác. Csak jövünk ide inkább. Hát sotit nem. De itt fönt lesz valami jobb.
UAV overhead. Tudja, hol vagyok. Hát eddig nem tudta volna. Ó, föntről. Le... Hát pont meglátott. Semmi baj. Persze. Hát, a srác kilőtt a szerverről konkrétan. Az igen. Igen, ez a abszolút rip. Ajaj. Már indul is újra. Semmi gond. Hát most így ezzel a játékkal így el lehet így hülyéskedni. Nyilván lehet ezt élvezni is. Viszont nyáron fogunk mással is játszani. Most már nyomunk egy kis ilyen single player-t is. Hát sok minden lesz. Ez csak egy dolog lesz, hogy lesz egy single player game is. Hát vagy több, majd meglátjuk. Ninja Raccoon, mik várhatóak? Hát egyrészt június 5-én jelenik meg a Command & Conquer-nek a Remastered Collection-je. Azért mindenképp szeretnék játszani, mert tehát ez egy sok, tehát nem is tudom, 6 vagy 7 játék lesz benne talán. És azok nekem nagyon-nagyon kellemes gyerekkori emlékeim, és szó szerint gyerekkori emlékeim, mert tényleg gyerekként játszottam vele. Hűha! Az aimem egyre jobb. Ha ezt Tuba látná, biztos, hogy... Tuba egyébként a... Clash of Clans... Clash of Clans Cségó szakvezetőnk volt. Szakvezető volt a Deac Hackers-be. Na szóval... Command & Conquer biztos lesz. Mert az tényleg egy jó játék. Szerettem nagyon. Hát majd meglátjuk, hogy még mindig olyan szép az a játék. Mármint nem úgy értve szép, hanem hogy olyan jó az a játék, mint volt, de az biztos. Hát Cyberpunk az majd ősszel, hát az ugye szeptember közepén jelenik meg. Hát majd meglátjuk, hogy nyomjuk-e. Szerintem fogjuk. De ott szeptembertől azért besűrűsödnek a dolgok, ugye ott kezdődik a tanév. Ott azért már nem olyan egyszerű, de szerintem fogjuk nyomni.
legyen az. Szerintem fogjuk nyomni. De azért az egy elég hosszú lélegzetvételű dolog. Vagy hát várhatóan az egy hosszú játék lesz, hát aztán... Persze ezt nehéz így megmondani előre. De gondolom nem egy 15 órás játék lesz. Legalábbis nagyon meglepődnék. Na. Hát itt biztos jöttek, úgyhogy jó jönne valami fegyó. Mondjuk egy soti több, mint a semmi. Szóval ez biztos várható, amit még jó lenne elkezdeni, az a Witcher 3. De nem csak úgy simán, mert nem biztos olyan érdekes, hanem New Game Plus módba egy részt, másrészt a legnehezebb fokozaton. Mert azzal a játékkal játszottam azért sokat, és hát nem azt mondom, hogy nem lesz kihívás a legnehezebb, mert biztos, de azért kellene. Tehát a legnehezebb fokozaton. Ma a legnehezebb ehhez képest egyel könnyebben, nem is tudom, az a Blood and Bones, vagy mi annak a neve. Azon játszottam végig legutóbb, és akkor most jöhet a legnehezebb. Ezek várhatóak. Alapvetően. Ami gaming, persze. Aztán nyilván egy kis... jó lenne egy kis kompetitív is, így veletek játszani. Akár Valorant, akár ez. Hát még talán lolozni is, bár az... abban rettenetesen rossz vagyok. Ez ugye egy nehéz játék, aztán... Hát még magas szinten mindegyik nehéz. Na. Akkor hol is vagyunk? Jó, hát nézzük meg ezt. Mondjuk ennél aránylag jó helyen vagyunk. Csináljunk egy bountyt. Megfelelően megint meghalunk, mint az előbb. Menjünk kocsival. Szóval ezek várhatóak nyáron. Ugye, ami nem gaming, az ilyen programozás jellegű dolog lenne. Azok közül egyrészt... Na hol van? Itt van bent. Hopp. Én mindig LMG-t kapok. Az, mintha ott fönt pötyögtetett volna. Hát, megpróbáljuk. Szerintem itt lesz fönt amúgy. Ez a másik épület. Mondjuk meglepődnék, hogyha itt nem lenne senki. Hát haver, ez nagyon nagy pekhes voltál most. Hát Cluster Strike.
pont... Az igen, pont ő volt. Hát most Mázlin volt, neki meg pehje. Pont itt jöttem. Van itt még valaki? Talán nincs. Ja. Na akkor pihenjünk meg egy kicsit. Ezt nézzünk szét. Hát... Nem is tudom, hova lehetne tovább menni. Nézelődjünk. Valaki itt van, mely ilyen UAV-ket kérdek le folyamatosan. Hát itt a szomszéd épületekben vannak. Vagy már jön be. Hát ez fene se tudja. Szóval lesznek ilyen programozásosabb jellegű dolgok is. Egyrészt, amit mindenképp szeretnék, az... valaki jön, szerintem. Baszki, hogy kerültél oda? Ja, leugrott. Nem figyeltem. Pont van egy buy point, lekérünk egy loadoutot, pont van annyi pénzünk. Reméljük nem tartja ezt itt senki. Nem, jó. Hát igen, mi is viszont azért majd mozognunk kell, megvárjuk, amíg beér ez a kör, és aztán tovább megyünk. Még meg figyeljünk, hogy nehogy valaki ránk törjön. Itt nincs ajtó, ja de csak. Szóval egy olyan biztosan lesz, hogy ilyen, hát ilyen tutoriál jellegű dolog. Hogy megcsinálnánk a Strawsup C++ könyvnek a második részét. Tehát nem a bevezető programozás könyvnek, hanem a C++ könyvnek. Az első fejezet az nagyon ilyen alap, tehát az, mint egy már C++ szempontból alap, tehát nyilván ilyen vezérlési szerkezetek, meg ilyesmi. A... Második fejezet viszont már azért egy haladóbb jellegű dolog, tehát az már haladó programozás. És azt megcsinálnánk. Tehát azt a könyvnek azt a részét, az ilyen, hát mit tudom, 400 oldal, most mondtam valamit. És azt nyáron végig csinálnánk ilyen kis példákkal, ott ha jól emlékszem a végére egy ilyen Matrix osztályt csinál meg. És mi is azt végig csinálnánk itt, ilyen tutoriál jelleggel. Hát meglátjuk, mert kicsit kell rá majd készülni. Kicsit végig kell gondolni, hogy akkor pontosan hogy legyen, de ez lenne a cél, hogy ezt így végig csinálnánk. Ugye egyrészt azért, mert sokan vagytok, akik melyik nézők, akik most csinálták meg a Prog 1-et, meg akik most csinálták az e-sportot, és még nem tartom kizártnak, hogy rájuk is rájuk fér egy kis... hát nem azt mondom, hogy ismétlés. Bár akinek megvan a Prog 2, annak ez azért úgy... nagyjából...
Hát neki beadta a fejest. Tehát ezt végigcsinálnánk így azt a fejezetet. És még lennének ilyen projektek is. Hát egy nagyobb lélegzetvételű projekt, meg több kisebb. De azt mi végig kell gondolom, hát a nagyobb lélegzetvételű az valami olyasmi lenne, hogy az OBS-be csinálnánk egy ilyen modult. Mondom, ezt még tényleg csak terv, tehát végig kell ezt majd még gondolni, meg tényleg kiagyalni, de csinálnánk az OBS-be egy ilyen kis modult, amit ugyanúgy hozzá lehet adni egy színhez, mint most, ha valaki esetleg, hát közületek sokan nézte most az OBS-t, akár a Prog 1, akár az eSport 1 kapcsán, hogy hogyan működik, tehát hozzá lehet adni egy színhez egy ilyen video source jellegű dolgot, amiben hát a kameraképet lehet alakítgatni, hekkelgetni. Egyrészt olyan szempontból, hogy mondjuk ilyen hülye filtereket rárakni. Ezt egyébként onnan jött ez a része, tehát az ötletnek ez a része onnan jött, hogy nem is tudom, már a VR-osok hülyéskedtek ezzel, hogy valamilyen OBS filtereket jó lenne így csinálni, csak nyilván ők letölteni akarták, mert mondom, akkor miért ne építsük bele ebbe a modulba. De alapvetően a modulnak az lenne a lényege, hogy ki lehessen választani, hogy kinek az arca jelenjen meg a képen. Tehát ilyen deepfake live lenne. Na most nyilván ennek nem az a célja, hogy most akkor tonnaszámmal alakítsuk ki a deepfake videókat, hanem az, hogy tanuljuk meg, hogy ez a deepfake dolog egyrészt hogyan működik. Tehát mi kell egy ilyen modellhez. Másrészt meg az, hogy szerintem ez későbbiekben elég nagy probléma lesz. Abba az értelemben, hogy sok ilyen deepfake videó fog létrejönni, és most már például látni Kaggle-ön is ilyen challenge-et, hogy egy olyan deep learning modell, ami fölismeri egy videóról, hogy deepfake-e vagy sem. És ehhez szolgáltatni úgymond ilyen adatot végül is. És akkor valahogy úgy működne ez a modul, hogy hozzáadjuk a színhez. Legalábbis ez a terv, hogy úgy működjön, hogy hozzáadjuk a színhez. És ki lehetne választani azt, hogy tehát így élőbe live-ba, hogy kinek az arca jelenjen meg. És akkor mit tudom én átkattintanám magam BN-re. Vagy Donald Trumpra. Tehát ez lenne a kicsit nagyobb lélegzetvételű projekt. Ez azért alapvetően nem egy egyszerű dolog. Van itt valaki? Ha valaki itt trappolna, akkor lehet, hogy csak én hallom. Le is kértek valamit. Akkor lehet, hogy a szomszédházba. Annál azért csak jobb a hangja. Nincs a rákunk, tennénk rá olyan jelet, ami csak akkor van rajta. Egy ilyen, hát vízjelszerűség, nem is tudom, hogy annak mi a pontos neve, amit így videókra használnak. Mi csak akkor jelenne meg, hogyha át van kapcsolva úgymond hamisítványra. Tehát az a baj, hogy több webkamera kép, hát lehetne
Csak ez így is iszonyatosan erőforrás igényes lesz. Hát nem tudom, hogy egyáltalán 30 FPS-sel tudná működni egy ilyen dolog jelenleg. Mert azért ez tényleg nagyon erőforrás igényes. Tehát egyelőre csak egy, tehát egy kamerakép kéne szerintem. De persze nyilván közösen írjuk a programot, úgymond. Mármint, hogy én fogom írni, ti meg majd röhögtök rajtam, hogy megint nem működik. Hát nem volt sok pajzsa, vagy le volt, nem, na mindegy. Na most mi a különbség? Az előző kar a szürke volt ez. Srácok, ti vagytok a szakértők. Ez miért szürke, az meg miért zöld, amit felvettem. Már csak, hogy értsem is. Van rajta valami attachment? Az lehet. Na szóval ez a terv. Aztán lennének én kisebb tervek. Alapvetően a legtöbb ilyen deep learning application-nál lenne kapcsolatos. Hát... most már kipróbálom ezt a Jokert így a kar helyett. Lépcsőt biztos nem fogom megtalálni. Mondjuk itt is hogy lehet fölmenni? Ja így. Aha, biztos van itt valaki. Még föntebb kell menni egyel. Hát, vagy volt valaki. Csak leszették. Haló? Itt nincs senki. Egy maci. Hát igen, az gondolom Ninja, hogy Ninja Raccoon, hogy minél színesebb, annál jobb. Ugye ez a... hát most nem akarom bántani a Fortnite-ot, mert... nem, de ugye ott is ez van, hogy nem kell sokat gondolkodni, mert minél színesebb, annál jobb. Van lent. Csak lövések. Szerintem valaki van itt. Mondjuk lehet, hogy van itt valaki, csak... de hogy? Hogyan? Hogy lehet? Jobb fegyvere volt. Neki volt attachmentje.
Mert színtévesztő vagy? Igen, akkor lehet, hogy neked jobb lenne az info, mint a szín. Ráugorjak. Hát nem ugrok rá. Csak így meg ki fogja nyitni a... Hát... Gyere ide! Megbosszultuk. Pajzsos. Ó, az pont itt vagy te is. Ó, ez a dropshot. Úgy van, vest hasra magad. Kod. Hát, unlucky, unlucky. Nem baj, jövünk vissza. Ó, itt egy drop. Akkor erre próbálunk rámenni. Reméljük nem tartja le senki. Tuti. Na, vegyük fel azt a kocsit. A kocsi mindig jó, ha van. Kéne lőszer. És egy utolsó. Menjünk be ide, hát ha van. És lúd, benézünk. Hát ha van lőszer. Ott is rác. Azt hogy? Hát ott fekszik a hű. Ma bocsánat. Ja, hát nála se volt semmi. Akkor érthető. Lehet, ő is most jött vissza. Vagy érthető, hogy miért akart elbújni. Nem mondná semmi. Nem, sincs semmi. Hát, ha nem tudunk lőszert, az nagy baj. Mondjuk van... fogadjunk, itt van valaki. Nincs. Akit lépked. Rosszul hallom. De fura egy... fura a hang. Lehet, hogy csak a helikoptert hallom távolról. Még itt sincs lőszer. Ez bosszantó.
Semminél több. Mondjuk a vízből még nem vagyunk kiintett. Ettől. Megint hallottam valamit. Na jó, hol vagyunk? Hát nagyjából. Nagyjából középen. Csak lövöldöznek a távolba, azt hallom. Valaki nagyon spameli ezt a UAV-t. Ojjaj! Ez hogy nem kapta? Ej! Azt meg lerak a körön kívülre. Ott haltam meg, vissza is megyünk. Na szóval ezek a projektek lennének, mondom, főleg ilyen gépi tanulás alkalmazások, szigorúan mérnöki szempontból, mert most ilyen modellalkotásba én nem mennék bele, mert nem az én világom. Mármint abban az értem, hogy az tényleg erős matek háttér kell, meg tapasztalat. Valószínű, mi meglévő modelleket használnánk, például akár erre a deepfake-esre, akár másra gondolunk. Hát föl. Ez lehet, hogy kár volt most. De hát, ha itt van lőszer. És ezekre csinálnánk konkrét szoftvereket, tehát ezekre a modellekre úgymond. És egy ilyen lenne ez az OBS modul. De persze majd meglátjuk, már ott valaki jött. Hát de nincs lőszer. Hát ha itt lesz. Ez az LMG. Jobb, mint a semmi. Hopp! Tetőmeta. Közben meg agyonlőnek oldalról. Srác itt van fönn a tetőn. Menjünk alá, mert akkor ő fedez minket. De nem volt jó ötlet. Nem volt jó ötlet. Nem baj, jövünk vissza. Hát egyet kapott, de az kevés, ugye? Ajszli nem, de nem találtam lőszert. Most üljek be a sarokba. Nyilván az lenne az okos, mert akkor lehet nyerni, de... Na
Most se tudok mit csinálni. Milyen rendszerességgel? Hát... Jó lenne minden nap. De az az igazság, hogy... Hogy más dolog is lesz. Vannak itt, nem is néztem. Talán nincsenek. Ó, de hogy nincsenek. Nem vettem észre. De ő is vakon volt az egy kicsit. 50. hely. Szóval jó lenne minden nap Ninja Raccoon. És akkor minden napra egy téma, úgymond, hát kivéve hétvége. Mert azért a hétvége az hétvége. Bár még lehet, hogy a gaming streamek mehetnének hétvégén is, majd meglátjuk. Mert az az igazság, hogy én ősszel fejezem be elvileg a PhD-mat, és arra, ott lesz mire készülni. Tanulni is kell, mert lesz ilyen komplex vizsga, meg ilyen-olyan apróságok, és arra azért időt kell hagyni. Másrészt meg lesz egy kutatásunk is, amit nem biztos, hogy streamelhetek. Tehát az, hogy azt csinálgatjuk. Ezt majd még a főnökömmel meg kell beszélni, hogy az mehet-e streambe, mert az egy kicsit más jellegű azért. Jó, most én ilyen hobbi projektet, vagy ilyen tutoriál projekteket csinálgatok, az simán mehet. De az nem biztos, tehát a kutatás nem biztos, hogy tudjuk. Így van, Ninja Raccoon, nagyon jó, nagyon jó. Ne menjen a tanulás a játék rovására. De azért arra figyeljünk, hogy... tehát, hogy programozzunk. Jó. Egyrészt nyilván alapvetően ezeket a tutorial streameket azoknak csinálom, akik szeretnének megtanulni programozni. Tehát első körben nyilván nekik. Aztán... részben magamnak is, mert én sem akarok kiesni ugye a... úgymond a lendületből. Tehát ez is egy tanult dolog. De mondom, főleg nyilván azoknak, akik szeretnének megtanulni programozni, azoknak szól ez. Gyakorlatilag nézi a PT is hallgatóknak, meg aki szeretne becsatlakozni. Mondom, ez inkább ilyen haladó prog, haladó C++, tehát akik már tudnak programozni, van egy kis alapjuk. Hát szerintem a prog egy utára nagyjából tökéletes. Aztán lesz majd bevezető prog is, de az ősztől, szeptembertől. És akkor az úgy, mint itt a infokaron is ugye van a bevezetés a programozásba tárgy. Tulajdonképpen szeptembertől azt csinálnánk. Egy az egybe. Meg majd még ott a dékán úrral kell beszélnem arról, hogy úgy mehet-e, hogy én tartom itt Twitch-en ez ilyen előadás jellegű dolgot. Ha emlékeztek, hogy mindig volt egy prezentáció az órák elején, ma aki Befro-ra járt, nyilván a nézők közül nem mindenki. Tehát aki járt Befro-ra, az emlékszik, hogy mindig azzal kezdtük ugye az órát, hogy egy ilyen rövid prezentáció volt. Hát de jó, hogy jönnek ide. Nélkül elugrunk oda. És utána volt ilyen gyakorlati része. És hát nyilván... Én szeretném elkerülni most azt, hogy... Hajlandó lennél? Köszi. Hogy ez ott legyen. Hanem inkább akkor azt csinálnánk, hogy... itt Twitch-en lemenne két prezi. Picit alakítva rajta, tehát nem egy az egybe. Hanem picit nyilván alakítva, hogy finom hangolva legyen a kurzushoz, meg úgy az egész dologhoz.
És így akkor órákon, tehát konkrét laborokon már csak az lenne, hogy elkezdjük a drilleket csinálni, tehát azokat a feladatokat, amiket amúgy meg kell, és ott kellene ezt csinálni, és otthon meg befejezni. És ezzel szerintem teoretikusan meg lehetne duplázni a BEV proganyagot is. Hát nyilván azért a dupla az talán egy kicsit sok lenne, de... Hát fölveszük ezt a shotit. Tehát ez lehet, hogy a hallgatóknak már kicsit sok lenne, de... Valamivel többet lehetne mondani. Csak ez két dolog kell, egyrészt, hogy... Nyilván dékán úr, meg DK helyettes úr rábólincson. Másrészt pedig egy picit, ha van rá lehetőség, akkor a hivatalos tematikán is gyúrni. De hát nyilván, ha erre nincs lehetőség, akkor ezt szem előtt tartva fogom ezt csinálni. De ez szeptembertől szigorúan, mert most nem biztos, hogy okos lenne, bár... Látjuk. Ez nem egy jó emlék? Ja, várjál. Igen, a Strosu bevezetőkönyvnek a diái voltak. Dimat nem jó emlék? Hát, srácok. De a Dimat pedig nem is olyan nehéz. Hát nem nehéz, hát na. Nyilván nem is könnyű. Kell mennünk valahova. Hát, ha már van loot, csináljunk meg egy ilyet. Inkább Dimat hoznák a halk helyet? Hát igen. Mondjuk érdekesek ezek a matekos tárgyak, olyan furák itt egy picit. Ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy milyenek itt a matekos tárgyak. Alapvetően egy kicsit más, ahogy nézegettem, ilyen amerikai egyetemeken picit máshogy van. Ott az elméleti rész kicsit később van, tehát nem ilyen bevezető jelleggel, hanem kicsit később van. Bár mostanában nem tudom, hogy mennyire elméleti és mennyire gyakorlati ez. Ott van fönt, fogadjunk abban a nagy épületbe. Szerintem pont ő rákérték rá a holnapi napot is. Ez itt nyitva van, vagy ezt én nyitottam ki? Na hát akkor, hát menjünk. Nézzünk rá. Pénzünk van, mint a szemét. Legfeljebb visszajövünk. YOLO! Erősebben nyomta a gombot lehet. Nem. Ügyesebb volt. Menjünk vissza. Menjünk, csak várjunk itt egy kicsit a tetőn. Hm.
Mondjuk úgy is elvitte a cuccainkat szerintem. Már boly edging-szelted a dolgot az elején. Jó, hát mondjuk ritkán hall le most. Jó, lekopogtad, oké. Okay. Nem tudom, őszintén szólva most így a dimat, tehát nekem valahogy úgy nekem könnyebb volt. Én mérnök infon voltam, ott egy fél év dimat volt, meg két fél év kalkulós. Hát nincs a rákun, hát múltkor sokkal gyakrabban halt le. Szóval nem tudom, én nekem a dimat az ilyen sima ügy volt körülbelül, tehát ott az volt a szívás, hogy papíron kellett ilyen mátrixot invertálni, ami ilyen nagy vérzés, mert tehát ez amikor már a 80. szózást csináld, akkor ilyen 2x2 az fixen, mit tudom én, 10, meg ilyesmi. Hát nem biztos, hogy azért a Marboy, mert... Hát jó, nem könnyű, na. Nem könnyű, persze, de hát welcome to the university. Ha könnyű lenne, akkor nem egyetem lenne, tudod. Jó, viccelek, nem. De való igaz, hogy de szerintem ilyen személyes preferencia, kinek mi a könnyű. Valaki valamit könnyebben megtanul, valaki nehezebben. Ez igazából ilyen. Az biztos, hogy időt kell rászállni. Tehát az biztos. Ha nem szántok rá időt, akkor nem fog menni. Ja, gyaki egy vizsga. Hát igen. Lehet, hogy akkor a vizsgán a tételek a nehéz, ami... Vagy hát nem tudom, mondjátok meg, hogy mi a nehéz nektek. De ja, a tételként megtanulni, meg ilyesmi, az mindig nehezebb egy kicsit. Főleg, aki esetleg nem... nincs erre úgy beállva, vagy nem... Igen. Mégse. Hát így jó messzire. Megnézzük azt. De matekos streamet nem fogok csinálni, az biztos. Az nekem se az erősségem, és akkor finoman fogalmaztam. Már kalkulus. A dimatta úgy különösebb gondom nem volt. Tényleg ez a papíron számolás az, amin el lehet csúszni, de most ez is azért, mert fejbe kell számolni.
Hol egy fegyver? Miért nincsenek fegyverek? Nem spawnoltak fegyverek, vagy mi? Na. Egy AK már van. Akkor már nagy baj nem lehet, ugye? Mintha jött volna valaki. De lehet csak én hallottam úgy. Hát megnézzük ezt. Akkor ilyen megajánlott jegy van, jól értem. Amint mondasz. Mert az úgy, akkor azért úgy könnyebbség valamelyest. Mondjuk ez is érdekes abból a szempontból, hogy a megajánlott jegyre ugye a szorgalmi időszakba kell úgymond készülni. És akkor meg a szorgalmi időszakra lesz sok. Nyilván ezekre valamikor készülni kell. Na, hol ez a cucc? Aha. Hát elvisszük ezt a kamiont. Legalábbis megpróbáljuk. Hát igen, ez igaz, igaz. Hát igen, mondjuk az úgy nem olyan rossz, hogy mondod. Mert nem egybe van. Hát igen, ez igaz. Fű, kemény ez a tuja. Lepattant róla a teherautó. Nézzünk már ide, hogy van-e valami. Semmi. Na, hova tovább? Jó, itt jók vagyunk. Hát, nézzük meg ezt. Mondjuk.
Nem szó szerint írod nulla pont. Hát az az igazság, hogy ez nem történelem. Tehát ez tényleg matek, és ez egy matek tételt. Tehát fontosna, hogy pontosan legyen leírva. Nyilván nem jó érzés, hogyha már miatt nem sikerül. De az az igazság, hogy ez félig nem lehet megcsinálni. Tehát olyan nincs, hogy... Ez olyan, mint tudjátok nálunk a programvédés, ha például BevProgon vagy... Hát még talán BevProgon nem is, de Prog egyen, hogy... Tehát olyan, hogy nem működik a program, mármint, hogy nem azt csinálja a program, akkor érted így... Arra nem adhatok, hogy... Hát jó, de legalább azt a forciklust úgy nagyjából megírtad, és akkor az fél pont, hát... Ez PT nem elfogadható. Nyilván a matek is ilyesmi talán. Most az, hogy leírsz egy tételt a saját szavaiddal. Már mondom, ki vagyok én, hogy megmondjam. Matekhoz se vagyok nagyon... Hűha! Nem. Majd máskor, haver. Ja, és még ettől függetlenül van 6 vizsgai időpont. Hát, tudod, ez olyan, hogy biztos, ami biztos, meg tudod, így TVS ez az, amaz, az ilyen szabályok vannak még mindig, ettől függetlenül, hogy most ilyen távoktatásos jellegű a dolog, hogy... Ott egy srác. Hát most ide... Bejövök ide a sűrűbe. Lehet, hogy ez hiba volt. Hiba volt, de nem baj, mert itt van egy bounty. Azt nem tudom, hogy itt van-e valaki. Haló? Nem, nincs senki. Ha csak nem itt fönt. Nincs, nincs senki. Hát akkor ezt... Fölvesszük. És valahol arra fele van. Jó, akkor váltunk járművet. És nem azzal nagy döggel megyünk. Hanem ezzel a kicsi quaddal. Tehát ettől még vizsgai időpontot kell. Most nem csak az, hogy valakinek megvan a kettes vagy nem, hanem mondjuk van egy hármas és javítani akar. Mert az fontos, hogy... hogy meglegyen a lehetőség adva. Valahol itt lesz srác. Itt is van. Az igen. De beszartam. Na bocsánat. Csak hallottam, hogy itt tipeg. Ott is érkezett valaki. Vadászuk le. Kontrakt nélkül. Ingyen. Hát nem vagyunk rossz helyen. Hát játszunk, ha már itt vagyunk. Most már meg bárhol lehet.
Nem látom, ez ő elment. Hát itt meg biztos lesznek. Valahova menni kéne. Nem, mintha nem feltétlenül kell menni. Hát esetleg. Ott is érkezik valaki. Ó, hát visszamegyünk azért a kocsiért. Mi itt van közel. Még addig nem lőnek le. És akkor fölvesszük azt a scavengert, vagy... Oh, bassza meg! Mennyi, 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 mennyi! Olyan fagyos lett. Na, hogy lehet oda jutni? Én itt mindig eltévedek ezen a mappon. Hát, srácok, ez nagyon open. Ezer helyről lelőhetnek minket. Úgyhogy gyorsan el is purizunk. Na, itt egy srác. Perejje meg. Mondjuk pénzünk még van két visszajövetelre. Ha netán úgy alakulna. Aha. Visszalát! Itt se voltam. Nincs fegyverünk. Igen a futás. Van egy kis cucc. Jó. Na már csak lőszer kéne. Hát csak visszajövünk ide. Lehet nem kéne. Befüstölt a srác, nem látom hol van. Aha. Nem így kellett volna. Na. Hát elmegy. Jobban is teszi. Nem ment el. Igen, csak levárt. Aha.
Hát jó. Amúgy igen, Ninja Raccoon, nagyon sok múlik a time managementen. Tehát, hogy olyan tudod az idődet beosztani. Tehát az nagyon-nagyon fontos. Főleg így, hogy főleg otthoni munka van. Meg úgy általában is nagyon sokszor azt szokott jelenteni sokat, hogy hallgatók hogy tudják a idejüket beosztani. Vannak adott tárgyak. És akkor, hogy mennyi időt tudsz tárgyakra szánni. Tehát tényleg ez nagyon fontos. Sokaknak ez szokott a nehézség forrása lenni, hogy nem úgy osztja be az idejét. Kicsúszik a határidőkből. Ó, ráér az még. Hát nem. Tényleg sokat kell tanulni, ha valaki valamit nagyon jól akar csinálni, akkor arra nagyon sok időt kell szánni. És ez sokaknál ez nehézséget okoz. Na hát, fegyverünk megint semmi. Meglepő módon. És mennünk is kell. Mondjuk legalább itt vannak járművek a környéken. Elképesztő. Hűha! Hát ez nem volt szép, haver. Mondjuk pont fölvettem a pénzt, úgyhogy még visszajövök. De mi lenne, hogyha nem a... Na. Kirak a gázba. Hát nem tudom. Sehol se jó szerintem. Akkor már mindenki potyog le az égből. Mindegy, ide jövünk, azt majd lesz valahogy. És jönnek. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Jó, aki egy törnyővel érkezik, annak pontosan ugyanannyi fegyvere van, mint nekem. Hűha. Rám lőtt? Ne nézelődjek, és akkor nem derül ki mi. Mi a véleményem a Mac-en programozásról? Hát figyelj! Szerintem alapvetően Mac-en dolgozni egy sokkal jobb élmény, mint Windows-on dolgozni. És akkor ez nem feltétlenül egy ilyen teljesen szakmai álláspont, tehát azt azért tartsuk szem előtt. Nem mintha gondom lenne úgy különösebben a Windows-zal, de én fejleszteni nem találom kényelmesnek. Hát ugye a Linuxot ismerjük. Legalábbis remélem, hogy ismerjük. Nagyon fontos. Én egyébként szívesen látnám azt, bár mondom, ki vagyok én egy senki vagyok. Hogyha a karon lenne egy ilyen Mac labor, ha szabad így fogalmazni. És akkor ott meg lehetne tanulni iPhone-ra, meg iPad-re, meg macOS-re fejleszteni. Nyilván ez nagyon túlmutat mindenen, de szerintem baró lenne, hogyha lenne egy ilyen.
Tehát mit tudom én, de... Hű! No, no. Tehát szerintem baró lenne, hogyha lenne egy ilyen. Hát lelőnek lentről. Tehát szerintem baró lenne, hogyha lenne egy ilyen, hogy... 23. De ez a legjobb. Hogy ezeket meg lehessen tanulni. Nyilván tehát programoztam neken sima desktop appot is, tehát nem kell az OSX vagy macOS-re fejleszteni. Mehet az bármire. Tehát mondom, ugyanúgy kapsz egy Unix terminált, gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mintha egy Ubuntu terminálod lenne. Hát igen, jó lenne. Gondolom, egy ilyen Mac-es terem az nagyon penge lenne venni. Itt tudom én 20 darab iMac-et. Nem is kéne Mac Pro, mert minek. 20 darab iMac. Ezt adjad neki. Ugye egy dolog, hogy kudád nincs. De hát arra van már... Mondjuk arra más terem se nagyon van, de... De az mehet akkor sima PC-ken, hogyha ha kudát kell programozni. De mondom, én nagyon, nagyon örülnék egy ilyen, ilyen Apple fejlesztő teremnek. És mondom, ott tényleg bármit lehet. Hát, mondom, BevProgot például simán lenyomnánk, Prog 1-et is. Hát szerintem azt is le lehetne nyomni. Hát ja. Meg szerintem a Prog 2-t is, mert az főleg Java. Bár azt pontosan nem tudom, mert ugye Prog 2-t nem tartok. Potato. Hát igen, bevezetés az Apple programozásba. Hát... Nyilván ilyen kötváltágy lehetne, de ilyenkor nekem mindig Orosz László jut eszembe. Amikor kiakadt a BME, nem láttátok azt a videót? Orosz László kiakad. Keressetek rá. Fontos, hogy ne halakat tegyünk a hátizsákba. S ha lesz, akkor te tudod. Jó, tehát nincs gondom az Apple programozással, félre ne értsetek. De horgászni kell tanulni, nem halakat tenni a táskákba. Hát... Nézzük meg ezt. Csak előbb a scavengert megcsináljuk. Mi ez a 30 FPS? Atya ég. Valaki. Jajajajajajaj. Potato.
Hát, Salesz, mondom, én tényleg csak emiatt mondtam, hogy az a tárgy, hogy bevezetés az Apple programozásba, az már hal lenne szerintem. És akkor érted, mire gondolok? Most mi megtanul Swiftet. Tehát megtanulsz egy kis Swiftet. Ugye Objective-C sincs már igazából, szinte már deprecated az egész. A többi meg kb. Ilyen playground, mint ahogy hívják is szerintem. Hogy tényleg csak arról szól a dolog, hogy megtervezed a GUI-t, meg mögé rakod a... Nyilván nem egyszerű ettől függetlenül, tehát nem... De... Ahogy mondja is ott a videóban, hogy megtanulja, tehát egy jó programozó megtanulja egy hét alatt, ha gyenge elmélyű, akkor két hét alatt. Jó, akkor értjük a dolgot. Mert ettől még tényleg, tehát lehetne egy ilyen része is a dolognak, aztán mehetne ott a reguláris programozás oktatástól kezdve akármi. Valaki van itt. Hát mindegy, lőszer kell, úgyhogy mennünk kell. Csak tényleg az, hogy egyel több feature lenne a infókaron, amit meg lehet tanulni. Tehát meg lehetne tanulni tényleg ezt is. Pár példa, kipróbálgatni. Hát meg azért tényleg meken dolgozni az tényleg nagyon jó. Tehát egy más szint. Aha. Itt vannak ketten is szerintem, jaja. Ott is van egy srác. Az előbb ment be. És abból mindjárt csak egy marad. Ha csak nem team up-olnak. Ah, szevasz, te is itt vagy. Hello. Hűha! Hát haver. Várható volt. Márbolyám, egyébként nézem, hogy itt aki Mac-en akar fejleszteni, nem nagyon akar kudázni. Hát azért a kuda sok mindenre jó, alapvetően. De nem feltétlenül grafikus alkalmat, gyorsításra, akármire. És majd nézegetek, ha eljutok odáig, hogy van egy elég jó C++ hát libje ugye a kudának. Tehát egy sima C++-os kód részeket tudsz kitenni így kudára. Majd ránézek, elég jó. Csak még nem volt időm. Ez a fél év zárás, ez... Ugye nagyon fontos, hogy holnap nem ma kedv van, csütörtökön lesz a Nvidia-nak a keynote-ja. Hát gondolkodok azon, hogy megnézzük így közösen. Még nem tudom, hogy lehet-e. Abban nem vagyok biztos. Kazárd, én tényleg csak emiatt mondtam, semmi más miatt, tehát nem akarok én itt most senkit bajba sodorni, vagy ilyesmi, csak tényleg az, hogy
Ez a Apple programozás egy tantárgy, ez már a hal lenne. Látványos dolgok lennének, de nem ez a lényeg. Hát az biztos, az biztos. De tanulni kell sokat. Ha valamiben jó, nagyon jó akartok lenni, az nagyon sok idő. Sok időt vesz igénybe, sokat kell tanulni. Hát hova menjünk? Hát ide, aztán gyorsan bemegyünk majd. Ha nem viszik el a kocsit előlünk. Hűha! Hát... Mi ez, babazsúr vagy micsoda? Baszki. Már bocsánat. Négyen bemegyünk egy épületbe. Kicsit sűrű lett ott a dolog hirtelen. De scavenger nem vették fel. Leesett a pajzsa. Azért futottam rá. Meg dobott egy granyót, hogy addig se menjek. Granyó. Nagyok így mondják, ugye? Granyó. Föl kéne venni ezt a scavengert. Akkor elvileg ő volt az, aki túlélte abba a bandából. Ja. Itt sok a test. Na. Lépkedett valaki. Hát na mindegy, menjünk. Uha. Ó, tényleg mennünk is kell. Hát akkor lehet, hogy ezt a kontraktot nem tudjuk megcsinálni. Hát mondjuk van 4-20, van gyorsan hát, ha. Persze, ha megtalálom a bejáratot ebbe az épületbe. Pörgetni kell, mert hát lehet, hogy itt is lesznek.
Csak itt meg nem lesz kocsi. Elmegyek azért a kamionért, és akkor ezt még fölvesszük. Minél több a káromkodás, annál több a néző. Nem is. Ez nem így van. Na és akkor menjünk be. Hát ide. Kocsikázunk. Hoppá. Úgy hallottad, para, hogy a Doki mondta? Mondjuk most így végig gondolom, hogy itt sokat nézek streamereket, azért ők szoktak. Maradjunk annyiba. Az, hogy letagadja ezt túlzás, de azért annál már azért többről szól a dolog. Azt azért te is beláthatod már, boly, hogy igen, volt az is. De fű, itt most csapdával estem, mi? Nem is erre kell jönni. Basszus, itt nem tudok átmenni. Jó lenne egy navigáció. Nézd meg, itt van, hogy Code Modern Warfare. Itt nincsen navigáció, de basszus, a Witcherben rócsom van. Ami a 13. században játszódik. Hogy van ez most? Hát... azért, mert ne az legyen csak, amiről beszélnek már, hogy én úgy gondolom, hogy azért azóta már nagyon sok minden történt. Tehát nagyon sok értéket teremtettek, úgymond, ha szabad így kifejezni magam. Hova megyek? Még messzire. Pörgessük. A szó se róla nincs rákon, de már nem csak az van. És ne az legyen, hogy... Tehát például én nekem nem az volt az első videó, amit láttam tőlük. Meg nem az a leg jellegzetesebb. Még nem is tudom, hogy micsoda pontosan. Szerintem itt csak arról szól a dolog, hogy ne az legyen, ami alapján... Ja, igen, a Kent Mario srácok, ja. De szerintem ők ezt akarják így... legalábbis Pisti biztosan, meg gondolom a Jani is, hogy ne erről ismerjék meg őket kizárólag. Főleg, hogy én, hát nem azt mondom, hogy nem volt vicces, vagy szórakoztató, vagy ilyesmi az a videó, de... Tehát szerintem nem az volt a... Számomra, tehát nem az a videó tetszik a legjobban tőlük. Na, és akkor így jól fejezem ki magam. Talán. Vettem volna pajzsot.
Nem. Ezt. Francba. Gondoltam volna, hogy van itt valaki. Hát igen, már én is így... jutólag. Visszajövünk ide. Hát ha van valami loot. És nem halunk meg egyből. Bár gyanús a dolog. Hát egy rakétavető közelharcra mindig jó. És aztán megyünk, megöljük ezt a srácot. Aki itt kempelt a garázsba. Nem ő volt az, de ott volt egy srác. Ment. Te cucc. Pajzsot nem vesszük fel, mert tudjuk milyen a pajzs. Hello, Tuba. Mindig azt hiszem, hogy lépések, pedig csak lövések. Mi nem lehet olyan lépés, hogy mindenhol, mint mondjuk Csében. Vagy Valorantban, mindegy. Ez is lövés. Mondjuk ezt tudja, hogy itt vannak. Bemennék. Mondom, bemennék. Kösz. Sehol senki. Ez is nem is itt van. Ezt adunk oda. Szia, Manvio. Hát most ilyen solo game van, mert fogalmazzunk úgy, hogy hagyom a hallgatókat tanulni. Illetve nem akarom, hogy elrontsam a játékukat. De és oda hogy lehet fölmenni? Én nem mindig értem ezt a játékot. Itt ugráljak föl. Mondjuk így is lehet, de hát... Ó, de jó. Ha itt van a srác. Vajon ő föl tud-e jönni? Vagy elengedi?
Vagy lehet, hogy nem is ez a... Hát lehet, hogy nem kéne nézelődni, de... Aha. Lekérte. Mondjuk az a jó, hogy zaj csinál. Az igen. Az igen. Az szép volt. Mondom, hogy csap egy kis zajt, akkor pont el tudok szaladni. Na jó, hát akkor... Akkor ideje. Ide jövök. Pont itt nem volt semmi. Ez a láda. Ez a láda. Kívül van. Hol a láda? Itt még nem tud bemenni. Na, tehát itt, ja. Srácok. Mondjuk legalább van pénzem még egy visszajövetelre. Próbáltam-e már az Apex-et? Nem játszottam vele, de néztem. Igaz, nem tudom minek számít. A 21. század videójátékai. Úgyhogy ez egy kód. Tehát nem egy... akármi. Jó, hát lehet, hogy nálam van valami hiba, hát ezt nem lehet tudni. De ja. Szóval, néztem... Annak is vannak érdekes elemei. De nem próbáltam ki. Para. Ne bántsuk a céget. Ja, és ami még biztos lesz, mert most Modern Warfare Remastered-et, hogy azt is végig fogjuk játszani, és szerintem azt is így streambe. Ezt el is felejtettem mondani, tehát az is lesz. Akkor lesz a Command & Conquer, lesz a Witcher 3, bár arra kicsit készülni kéne, ott egy nagyon vicces sztori vonalat akarok. A végén egy poénnal, de majd meglátjuk. Na, ott tényleg valamit bele kell vinni, hogy ne az legyen, hogy fölültem a hype vonatra. Nem, tényleg valami kis extra legyen benne. Meg hát majd, amit még kipikkeltek így csatornapontokból. Igen, Manvio, majd kell majd. Hogy eltette a LMG-t? Kiugrott, majd eltette. Már boly, nyomjuk, persze. Mondom, ott egy tényleg egy érdekes sztorit akarok. Tehát ugye a
Tehát elvileg a Witcher 3-at úgy kimaxolni nagyon, nagyon nehéz, mert hogy mondjam, több storyline van, meg... Tehát nem tudsz minden storyline-on minden küldit megcsinálni. Ha csak nem így elmented, amikor ilyen branching van, és akkor azt a részt újra játszod, vagy ilyesmi. Hát jöjjünk ide. Mondom, majd megpróbálkozok egy vicces story vonallal, úgymond egy vicces branch-el. Hát az, hogy sikerül, azt még meglátjuk. Tényleg para, jó, hogy mondod. Az is van. Az is terve van, hogy végigjátszom, mert megvan mind a három, csak... mondom, idő. Nekem meg ugye a PHD-t meg kéne csinálni. Most ősszel. És az sok idő. Dupla sniper, csak keményen. És no scope. Az üzeg, ez is fönt van. Visszük azt a quadot. Oho. Kicsit a lag az. Lag az van. Jó. Hát azt mi ládát még megnézzük. KP, lőszer. Játék nagyobb, mint PAD. Nem. Hát meg mindenkinek megvan a maga ideje. Hát Manvio, azt majd meglátjuk. Designer Gecko, Discordon írtál? Mert persze ránézek, csak ír már please Discordon, ha még nem tetted. Mert akkor... tehát ott néznék rá. Mármint, hogy ott tudok reagálni is. Haló? Nincs itt senki.
Hát igen, van tanár úr Twitchen. Én nem ő vagyok, de értem, hogy mire gondolsz. Na, nézzük meg, hogy hova menjünk. Ezt szekuráljuk, ahogy egy neves streamer szokta mondani. Most ez komoly? Most ez... Valonnan innen tartott le, nem? Hol haltam meg? Lehet, hogy ő az, aki ott fut. Ilyet? Jó, hát mondjuk okos volt, letartotta a quadot. És ezt meg csak így itt hagyja. Ilyen meglepetésnek. Srácok, most játszik, na, hát... Letartotta, kilőtte. Meg tuti ki van lootolva. Az lenne az abszolút 200 IQ, ha ezt a tetőrő csinálná. Tehát a tetőrő tartja le a quadot. Az az abszolút meta. Aha, ott potyog a loadout, meg a gyerek. Na mindegy, megpróbáljuk akkor ezt a szekurációt megcsinálni. Reméljük, hogy nincs itt senki. Kaptam még egy LMG-t. Nem tudom, ez az LMG, ez ilyen... Tehát nekem az LMG jut. Pont. Itt nincs senki. Max fönt. Na, akkor hova kéne menni? Jó messzire. Hát akkor... Spuri ezért a kocsér. Aztán reméljük, hogy... Reméljük, hogy azt nem tartja le a gyerek. Ó, para, ez... kicsit bonyolultabb ennél. Jaj. A kamion. Tovább megy. Tehát... tanársegéd az egy beosztás. PhD az egy tudományos fokozat. Kettő az nincs összefüggésbe. Ugye a tanársegédi beosztás az a... Az a munkaadónak ilyen... Hogy mondjam... Tehát ezt a munkaadó dönti el. Hogy milyen beosztásba vagy. Vagy vesz föl.
és ő léptethet elő, meg ilyesmi. Hát nyilván adjunk ahhoz, hogy elő tudjak lépni, ahhoz mindenképp kell a PHD. Hát most a pontos szabályzatot hagyd ne idézzem, mert én magam sem vagyok benne biztos, lehet, hogy nem kell, itt a karon legalábbis úgy szokott működni, hogy a adjunktusi beosztáshoz, tehát ami ezután van egyel, tanársegédi után, ahhoz kell a PHD. Tehát ha úgy tetszik, akkor megvan a PHD, akkor várhatóan előléptetnek adjunktusira, akkor ha így fogalmazzuk, akkor a tanársegédi karrierem befejeződött, de mondom, ez csak egy beosztás. Ez olyan, mint hogy előléptetnek őrmesterré, vagy mit tudom én, csak kell hozzá fokozat. Tehát tudományos fokozat kell hozzá. És ez az a PhD. Megnézzük ezeket a házakat. Legfeljebb meghalunk. Na, hát pont nem ezt a házat kéne. Itt már mindenki felszúrta a sátrat. Megy a kemp. Jó. Akkor megállunk egy pillanatra. Nem. Hát a az hát nem tartom valószínűnek, tehát ez full time streamer, hát az nem. Hát ha nyilván semmit nem zárok ki, de ez most nem. Nem valószínű. Nem az, hogy így oktatok egyetemen, az hát jó lenne, ha maradna. De hát ez még a jövő zenéje. Így van, tanársegéd Master Elite. CDL. Ja, akkor liga. Tudom, undorító dolog ez. Biztos szidja, hogy mit kempelek itt. Nem, semmi ilyesmi. Még tudom ki a two time, nem, hát ez. Nyilván vannak tervek. Aztán ki tudja, hogy mi lesz belőle. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Nem szóltok, hogy hidratáljak. De kérni egy pajzsot? Hát mondjuk itt a shop. De ha kimegyek, akkor lelőnek, akkor biztos nem nyerünk. Még vissza tudok jönni, de...
Na, egyből jött a hidratály. Na, ezt most osszátok be. Ugye iszok még egy kortyot csak. Hát igen, amúgy tuba a játékkéréstől félek. Nem akarok ötleteket adni. De azért van az a játék, amivel nem. Tehát nyilván olyat nem kérnétek, ami nem illő a csatornához. Én inkább a nehézségre gondolok, hogy van olyan játék, amit nem szívesen hogy mondjam, kezdenék el. Igen. Gondolom nincs a rákun. Jó, hát mondom, ott van. Kérjetek, persze. Csak azért félek egy kicsit. Várunk még egy kört. Aztán lassan megindulunk. Undertale. Hát parasz, pont nem ismerem. Minecraft végigjátszás. Hát... A Minecraft nem az én játékom, maradjunk annyiba. Szerintem nem élvezném. Egyedül legalábbis semmiképpen. Menni kell. Hát... Most vagy bemegyek egy házba. Mondjuk ezek a kocsik nem biztos, hogy véletlenül vannak itt. Aha, itt valaki már megy is tovább. Elvitte a kocsimat. Jó, nem baj, mondjuk messzire nem kell menni. Ott van pötyögtetés. Hát, még előtte vásároljunk. Húha! Ti is láttátok? Self-revive. Hát most vásárolni nem tudunk, mert ez a srác letartja. Mondom, be meg nem fog jönni. Nem mi. Erre csak bejött. De még pont vissza tudok jönni. Hát... Jolózzunk be ebbe a házba. Gondoltam volna, hogy letartják. Semmi gond. 29. Köszi Ninja Raccoon. Szép napot. Négy óra. Akkor még megyünk. Hát, legkésőbb 5-ig, mert 5-től meetingem van.
Hát még egy fél órát leszünk szerintem. Körülbelül. Egy-két kör, attól függ, hogy sikerül. Én többször nyomtam meg. Úgy nézel ki, mint egy medvepara. Hát múlt héten én is úgy néztem ki. El tudtam menni fodrászomhoz, és mint utóbb kiderült, mondjuk nem ahhoz, hanem... Na mindegy, ugyanaz a cég, de más helyen. Mint kiderült, végig nyitva voltak. De simán mehettem volna akármikor. Fegyelmezett állampolgár voltam, és nem mentem fodrászhoz, amikor még nem lehetett. Mi az az FPS? Hát... Jöjjünk ide! Megnézzük ezt a... Scavengert. Mit játszani, para? Nincs pajzsom. Az a gond. Srácnál se volt. Volt nála egy gázmaszk. Valaki, mintha lenne erre. De lehet csak én hallom rosszul. Megint rosszul hallottam. Ott van bent a srác, fogadjuk.
Nem nagyon foglalkozott vele, hogy rajta van a bounty. Na. Para. Köszi tényleg. De igen, ez egy hasznos kütyű. Ja, airsoftozni? Hm? Mellé. Reload. Laza negyed óra. Ah. Beadta a fejest. Ki kellett próbálni a rakétavetőt. Haltam meg. Hát akkor ideugrunk. Hűha! Nem sikerült. Arra, hát persze, hogy a direct hit, hát hogyne. Telibe. Tényleg van kivégzés. Hát hova menjünk? Tehát ne arra. Benézzünk ide. Itt sincs semmi. És az fontos. Granyó. Pisztolyok. Semmi. Hát fölmegyünk oda. Hát itt valaki meghalt. És itt van valaki. Aha, ott van fent a srác. Nem néz ki. Az hátulról leszednek. Százon kívüli az nem jó. Na jó, még egy utolsót megyünk. Reméljük, hogy ez tovább fog tartani, mint 10 perc. De tényleg megyünk még egyet, és már be is fejezzük, mert még teendők is vannak bőven. Így van, para. 100 plusz az nem meccs. Szóval, mintha meg se történt volna. Mindenki ezen a tetőn van. A legjobb tető all time.
Hát én nem tudom, mi van a FPS-sel tényleg. Ilyen 100 fölött szokott lenni. Persze. Volt egy srác. Már nincs ott. Jaj, leszedtek oldalról. Figyelj, para, most úgy állítottam be, az Nvidia közé tett egy ilyen, hát blogposztot, vagy nem is tudom, hogy hívják, a, hogy mondjam, tehát a saját oldalukon. Na, azt elrak a rántásba. Hogy, hogy hogyan is lenne ez jó, ez a beállítás. És úgy van beállítva, leszámítva, hogy nem full screen, hanem ugye a stream miatt ilyen windowed full screen, mert akkor ugye nem tudnék ki mozogni a kurzorral, és nem HD, hanem 1440p-ben van. De a Shadow... Ja, meg be van kapcsolva a V-Sync. Mondjuk azt éppen kikapcsolhatnám. Tehát mondom, minden ilyen... Hát nem az, hogy minimumon van, mert nem minimumon van. Azt azért látjátok ti is. De viszonylag alacsony beállításokon van. Tehát ilyen ray tracing, meg ilyesmi nincs bekapcsolva. Engedi full screenen is. Hát nem tudom, nekem nem... Ha kialt a blokk, akkor leteszi tálcára az ablakot. Valaki van.
Hallottátok? Valaki trappolt. Jó. Reméljük ő volt egyedül. Na. Mi van itt? LMG, hát ehelyett okvetlenül. Jó. A frászt hozzák rám. Sneakiznek itt. Más már nincs itt. Vagy hát... ne tudja. A lépcsőről jönni lefele mindig olyan, hogy... esélyed sincs. És az meg ott van szembe. Hát átmegyünk itt. Itt lent. Valaki itt UAV-zik, csak van itt valaki még a közelben. De az közel se biztos, hogy ebbe az épület. Tehát visszahozott ide. Nagyon kreatív most a játék. Armor van. Hát ezt a snipert lecseréljük erre. Oké. Na és akkor nézzünk egy mapot. Ezzel a quaddal elmegyünk. Ez már egy terv. Ja. Ojjaj. Pont ott jött. Hát ez kellemetlen. Lehet ők ért el a UAV, tudta is, hogy hol vagyok. Mondjuk, ha már itt van egy... hát ez a kamion elmehetne onnan a fenébe. És akkor ezt a loadoutot fölvesszük. Remélem nem erre akar jönni a... aki megölt. De itt akkor van egy kocsi is. De itt jön pont. Ajaj. Jaja. Hát ez baj. Hát mindegy. Elszaladunk. Csak itt is jönnek. Jó, mondjuk ez nem vett észre pont. Itt is jön egy srác. De talán ő se vett észre. Ő meg lehet, hogy ide jött be. Megállt egy kocsi. Hát itt meg nincs semmi. Hát ez nagyon unlucky helyzet. Hát lehet, hogy nagy a szenz, igen. De amúgy... hát kicsit állítok rajta. Lehet, hogy ez a gond.
is jönnek. Hát próbáljuk meg elvinni ezt a kocsit. Easiest autolopás ever. Ez magas? Hát igen, mondjuk megszokás kérdése. De ja, lehet, hogy tényleg sok egy kicsit. Meg ugye a DP-t szoktam állítani. Na, hova menjünk? Hát kéne valami lúti-lúti. Megnézzük azt. Na, de miért nem? Nem ezt. Hát igen, legalább nem RPG-vel tartotta le, így van. Megint olyan fura az FPS. Hát... átmegyünk mindenen. És akkor nézzük, hogy itt vannak-e. Reméljük nincsenek. Valami fegyó van. Ez a Jokerre es előtt. Na, ebben meg nincsen lőszer. Ajajaj. De ez az LMG, ez kísért engem. Van itt valaki. Talán nincs. Nincs. Jó. Ah, szevasz kekerényi, hidratálok is. Köszi, hogy szóltál. Na, pénzünk van, akár egy loadoutot is le tudunk kérni. Le is kérjük. Reméljük, nem tartja le senki. Szuper. És elmegyünk ide. És le is kérjük. Rogue Chego playerek így. Oké. Okay. Nem, sajnos ez nem Fortnite ebbe az esetbe. Igen, itt nem tudtam volna fölépíteni. Oké. Okay. Szóval itt olyan a Pro Chego playerek, 400 DP, másfél szenzi. Hát nem tudom, lehet már tuba nincs itt. Én meg tudnám mondani. Kéne lőszer. Átnézek ebbe a szomszéd épületbe.
De igen, a nagy egérpad az én, azt tudom már. Srác ide jön, vajon? Hűha! Srác is ügyes! Jó, nyomtuk mindketten. A fú potétót. Legalább van lőszer. Atyaig, srácok, atyaig. Poén az lenne, itt kempelne valaki. Szóval én is vágom, amikor tervezgettük a Eccles-nek az edzőtermét, akkor FP1 szakértőink, Tuba, Caprioli, ők is ilyen nagy egérpadot mondtak, hogy ilyet tervezzünk be, mert ugye ott úgy volt, hogy volt egy ilyen alapértelmezett billentyű egér egérpad kombó, de úgy alapvetően az ugye a koncepció, hogy mindenki hozza a sajátját, mert ugye a versenyeken is alapvetően így van. Javítsatok ki, hogyha tévedek. Lehet ma olyan verseny, ahol nem így van. Hogy mindenki viszi a maga perifériáit, mert azzal a legjobb. Hát figyelj, Tuba, most kb. Ez olyan, hogy kinek mi, ez ilyen megszokás, nem? Tehát ki hogy szokta meg? Nagyjából. Na, mint ugye a keyboard layout, tehát hogy osztott ki a billentyűzetet, hát egy Kodiaknak például a legendás billentyűzet kiosztása, hogy nem biztos, hogy kell benne logikát találni. Valaki van itt. Na, ez is biztos mondja, hogy na a Kemper. Jön vissza. Az igen. Beadtam ki a headit. Az szép, szép. Az szép. Hát ami szép, az szép, srácok. Erre ledob ide a... Hát igen, ez... Az ott elkapta a fejest. Itt fönn még nem voltam. Nem is egy 200 IQ hely amúgy.
Igen, de ezért csak. Majd a mögötte érkezők meg jól leszedik. Outsmarted. Még ez nem is ő volt a másik volt. Hát igen. 29. Ah, tuba. Na, ezt kipróbálom majd. Okvetlenül. Jaja. Na, srácok. Mára én úgy gondolom, hogy ez így rendben is volt. Sajnos mennem kell, mert 5-től lesz egy meetingem. Úgyhogy én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ugye a fél év kvázi véget ért, legalábbis nekem így ilyen óra meg ilyen olyan szempontból. Várjatok, mert van ilyen outro screenem. Így van. Tehát így véget ért számomra ilyen értelemben. Nyilván még itt a könyvekkel, meg a védésekkel nyilván foglalkozok, főleg prokból, mert nyilván ott még van teendő. Ugye sokan még nem küldték a védést, mindegy, küldik majd. Hát outro-na, outro screen. Jó, úgyhogy ahogy csütörtökön lesz a stream, ajaj, hát figyelj csak, nem tudom, se lesz, még kitalálom, mert mondom, még sok teendő van. Ugye péntekig kell lezárni a fél évet minden tárgyból, mármint hogy nem addig kell, hanem addig szeretném, legalábbis a legtöbb jegyet pénteken be szeretném írni, és akkor elvileg utána talán egy picit lazábban leszünk, én legalábbis idővel. Nyilván akkor már csak azokkal a hallgatókkal fogok elsősorban foglalkozni, akiknek van egy kis elmaradásuk, vagy szeretnének javítani. Nyilván a Prog 1-es előadás jegyek szerdán kerülnek erre kidob a szervert, ezt már nem látjátok. Tehát szerdán kerül lezárásra a dolog. Utána lesz egy kis lélegzetvételnyi idő, meglátjuk, hogy mi lesz, meg hogy lesz. Jó, most még nem tudok megígérni semmit. Discordon itt vagytok, látjátok, hogy mikor lesz, illetve Twitteren itt lent a linkek a leírásba, a Twitchen itt vannak a linkek, különböző linkek, Twitter, ez az amaz, ott fogom írni biztosan. Jó? Oké, és na hát... Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet is, és hogy tényleg ma is azért elég sokan itt voltatok. Tényleg köszi, hogy követtétek, és hát hogy mikor lesz a következő, majd mindenképp írom. Most én a fél évet le akarom úgymond zárni, és akkor utána belekezdünk majd a nyári projektekbe is. Oké is. Na hát akkor... Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot nektek. Sziasztok!